Az elmúlt héten 4 napon keresztül Debrecen adott otthont az úszók rövidpályás országos bajnokságának. Bár az Egyesült Államokban tanuló és készülő magyar versenyzők hiányoztak a mezőnyből, így is 38 egyesület 271 úszója nevezett a 19. rövidpályás OB-ra, amelyen közel 1400 rajtot láthattak a nézők. A Nyíregyházi Sportcentrum 8 versenyzővel utazott el, és 2 éremmel tért haza. Stankovics Anna egy arany, Barna Bianca pedig egy ezüstérmet szerzett Debrecenben. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Egy-két helyezést sajnálok, például a Váltónak a döntős helyezését, bár próbáltuk kiszámolni az előjelek alapján, hogy melyik váltóba lesz érdemes elindulni. Mindenki nagyon jól úszott váltóba, tehát félreértés ne essék, többiek jobbak voltak, jövőre majd újra nekiállunk. Az egyéni számokban az Anna 50 méteres mellúszása évek óta szinte tudja ezt, és nem nagyon veszélyes rá senki. Én úgy gondolom, hogy neki a betegsége, hogyha jobban vagy nem befolyásolja annyira a felkészülést, akkor újra nekiállhatott volna az országos csúcsának is, de nagyon bizakodunk a jövőt illetően, és ő is nagyon készül az 50 gyorsra, most már szinte az 50 gyorsra tekinti főszámának, és úgy gondoljuk, a magyar válogatón ő abban a számban is ott lesz, nem csak a dobogón, hanem a legjobb helyen. Ami külön öröm nekünk, hogy 100 mellen is elindult, bevállalta a betegség ellenére, ott nem sikerült, a dobogó negyedik lett, de számunkra is jó idővel, ami külön öröm abban, hogy a délelőtti ideje délután meg tudta javítani. A Bianca szereplése szintén nagyon nagy örömmel tölt el, hiszen második lett 200 méter mellen, tavaly ez a rövid pályáson nem sikerült, és a 200 méter 20-29-es ideje az megközelíti a legjobbját. Mint a szövetségi kapitány bajnokság utáni értékelésében elhangzott, a hiányzók ellenére is színvonalas volt az OB. Országos csúcsok dőltek meg. Igaz, hogy az amerikaiak főleg távol voltak, tehát az a krémje a magyar mezőnynek, de én úgy gondolom, hogy itt az a gyerekek és a fiatalok főleg a felnőtt mezőnybe is letették a névjegyüket, és én arra következtésre jutottam, hogyha tavasszal az olimpiai kvalifikációs magyar bajnokságra Dóri is hazajön, akkor mi is sokkal erősebb csapattal tudunk odaállni. A nyíregyházi úszók legközelebb november 25-én a saját rendezésű Szabolcs kupán állnak rajtkőre. A tervek szerint 3 ország, mintegy 300 versenyzője méri majd összetudását a nyíregyházi sportuszodában.